közösség kedves ünnepét, szinte ajándékét, a 72 tanítvány kiválasztásának a történetét hallható, olvasható fel. Jézus már kiválasztott apostolokat, kiválasztott a 12-t, most arról értesülünk, hogy újabb tanítványokat választ, akiket küld maga előtt. A cél ebben az, hogy ugyanaz a lelkület legyen bennünk, mint ami Jézus Krisztusban a fiúban megvolt. Ugyanúgy ismerjék az Atyát, és az Atyának a jóságáról tegyenek tanúbizonyságot. Arról az Istenről, aki Atyaként viselkedik velünk, aki törődik velünk, aki ismer bennünket, aki ismeri gondjainkat, ismeri örömeinket, ismeri vágyainkat. Menjetek és hirdessétek, Isten Atya, menjetek és hirdessétek az Isten irgalmas, menjetek és hirdessétek az Isten az életnek az Istene. És aztán cél volt az is, hogy az elküldött tanítványok hirdessék Isten országát, Isten uralmát, ahogyan az Alleluja versben énekelte a kórus, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Hirdették Isten országát, ennek az országnak az új törvényét. Kik azok, akik befogadják? Miért jó, ha mi az Isten uralma alatt vagyunk? Miért jó az, ha ő adott nekünk irányt? Miért jó az, ha ő ad nekünk törvényt? Miért jó az, hogyha ő vezet bennünket a saját lányunk fölvázolt? Mentek a tanítványok, hogy Jézus Krisztus személyi tanítását hirdessék és tanúskodjanak erről. Az Atyáról, az Isten országáról, Jézus személyéről és tanításáról. Már a kiválasztásban és a kiválasztás követő azonnali küldésben benne van Jézus egész valója, aki ő maga. Azt mondja, úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Jézus egyenesen beszél. Jézus nem titkolja el, mi az ő követése, mivel jár. Sőt, kívánja, hogy az esélytelenek a lelkületével induljanak el emberi szempontból. Ne a hatalom, ne az eszközök gazdagsága, ne a kapcsolatoknak az ereje legyen az, ami esélytelen az evangéliumnak, vagy a hírnék, hanem egyedül és kizárólagosan a küldő szó ereje. Bátorságot kíván tőlük. Olyan bátorságot, mint Jézusé. És csak azért mernek elindulni, mert Jézus bátorsága van benne. Érdekes azt is látni, hogy Jézus eszköztelenül, eszközök nélkül küldi a 72 tanítványt. Sőt, még azokat az eszközöket sem engedi meg, hogy vigyék magukkal, amely eszközöket egyébként a vándortanítók, a vándortanítók vihettek magukkal. Kevés kis pénzt szerszényben, egy váltás ruhát, botot, sarok, egy napra való elvont. Minimális biztonság. És Jézus azt mondja, még ezt se vigyétek magatokkal. Egyedül és kizárólagosan, küldő szó erejében bízatok. Én küldelek benneteket. Bennem bízatok. Hagyatkozzatok rá, bármilyen helyzetben, akkor is, amikor veszélyek lesznek körül, akkor is, amikor hatalmas erők irányulnak ellenetek, ne féljetek. Én vagyok az, aki küldelek benneteket. És a küldetésüknek a tartalma, Isten országának a meghirdetése, de ez békességben. Békességet hirdessetek. Beléptek és mondjátok, békességre vágyjatok. Az Istennek a békéhez. Isten ilyen, ahová belép, ahová engedjük, hogy belépjen, ott békességet teremt. Nem azt a fajta békét, amit mi talán sokszor konfliktusok elkerülésével, vagy éppen az igazság kire
Isten szabályokat, törvényeket, életmódját, Istennek a lelkületét. Nem egyszerűen egy jó kívánság ez, nem egyszerűen tanács, hogyan viselkedjetek, vagy akkor békében éljetek, hanem Istennek a lelkületét viszik oda. És így vagyunk ezzel mi is. Ha beengedjük életet az Istent, ott békéttelen. Az ő békéjét, az ő lelkületét. Arra is biztatja a tanítványokat, hogy egyétek azt, amit elétek adnak. Fogadjátok el azt, amit megkíván. Ne kérjétek, ne követeljétek. Ne gondoljátok, hogy ezért a szolgálatért valami megkülönböztetett figyelem, vagy megtiszteltetés jár. Nem. Egyétek az ő jelenlőket, amivel megkívánok. És ez nem pusztán egy viselkedési szobát kíván, vagy jelenet. Nem pusztán azt jelenti, hogy legyetek szerények, több többet. Azt jelenti, osztozzatok azok sorsába, akikhez betértek. Osztozzatok azok örömébe, akihez fordultok. Osztozzatok azok örömébe, bánatába, akivel találkoztok. Osztozzatok azok javaival, akivel találkoztok, és amit van. Ha a szegényen, akkor szegényként. A tehetős akkor a tehetős módjára, vagy a pálapocsal beszél erről. Tudok szűkölködni is, tudok bűvelkedni is. De ez a szabadságot is megadja az embernek. Nem ragaszkodom sem szokáshoz, sem javakhoz, legfőképpen nem anyagiakhoz, hanem egyszerűen elfogadom azt, hogy az Úr a testvéreimben nekem társul. Jézus, amikor küldi a 72-t, akkor egyértelművé teszi. Ti nem egyszerűen mentek és valami jót hírtak, hanem ti az üdvösség jó hírével mentek. Tehát, aki befogad benneteket, örüljetek. Éljetek úgy, ahogy a nők. Ha valaki azonban nem fogad be benneteket, talán nagyon szigorúnak tűnik, de ezt olvassuk. Még a port is rázálhat le a lábatokból, vágképpen ellen. Ami nem feltétlenül valami visszállítást jelent, nem ellenállást jelent, hanem annak egyértelművé tételét, hogy amit mi hirdetünk, az az Istennek a jó híre, az Istennek az irgalma, az Istennek az útja, Istennek az uralma, Istennek a békéje, és ti ezt nem fogadjátok be. Legyen egyértelmű, hogy amit hirdetünk, az nem a miénk. Legyen egyértelmű, hogy az Isten az, be akart érni hozzátok. És ha nem fogadtok be bennünket, ezt a jó hírt nem fogadjátok be. Szükség van erre az egyértelműségre. Szükség van erre az evangélium radikalitásra. Szükség van arra, hogy a mi életünkben is ne legyen összemosva az igen és a nem. A jó és a rossz, az igaz, a szent és mindaz, ami ezzel ellentétes. Legyen egyértelmű, Krisztus tanítása az, ami éltet, és minden, ami nem Krisztus tanítása, ami nem az, az már nem tud életet adni nekünk. Kedves testvérek, csak néhány gondolat a tanítványok küldetésének tartalmából. Bízzanak a küldőszóban, békességet vigyenek, legyenek sorsközösségvállalók, és legyenek egyértelműek a viselkedésünkben és a tanításunkban. És az üdvösség jó híre eljutott hozzánk is ebben a plébánia közösségben, a plébánia megalapításában. És a plébánia alapítása az nem pusztán egy jogi kategória, egy jogi forma, az is, hiszen ettől kezdve a plébánia híveinek saját pásztora van, akit a püspök küld, olyan pásztor, akinek a szava tanítása, a kimondott szó ereje az isteni erőt képvisel, olyan pásztor, aki helyben van, helyben lakik, és a helyben lakásában akarja Istennek a közelségét megvalósítani, a figyelemben, a tanításban, a meghallgatásban, az osztozásban, abban, hogy bízik a küldőnek az erejében.
Örülünk, hogy annak idején ide is eljutott az üdvösség jó híre, és örülünk, hogy hozzánk is, szüleinkkel, nevelőinkkel, baptestvérekkel, lelkipásztorok szolgálatán, katekétákon keresztül, azok, akik küldöttként voltak jelen az életünkben, és akik úgy viselkedtek, mint a 72 tanítvány, eljutott hozzánk az Atya ismerete, Isten békéje, Isten jó akarata. És ez egy természetes közösséget alakított ki belőlünk, közöttünk. Pusztán a keresztség révén, pusztán az a tény, hogy a keresztségben ismerjük Krisztust, elegendő ahhoz, hogy mi testvérként tekintsünk egymásra. Egészen bizonyosan megjelenik a szentségnek a rendje, a szentségnek az ereje, a közösségnek a vonzó ereje, ami életet és bátorít is megjön. Jó tudni azt, hogy a pap, mint Krisztus küldötte, végzi a maga szolgálatát. És nem kell kételkedni, hogy szavára megtörténik-e az, amit az egyház megtörténni rendel, mert egészen bizonyosan tehetünk, hogy ez így van. Ez valóság az Eukarisztiában, a feloldozás szavaiban, a bűnbocsánat szentségének a szolgálatában és a többi szentségben is. És ez alkot belőlünk egy életközösséget, ahol béke van, ahol osztozás van, ahol elfogadás van, ahol az új életnek a lehetősége nyílik meg számunkra. Hálásak vagyunk ezért a gesztusért, hálásak vagyunk, hogy annak idején az egyházmegye főpásztora úgy ítélte jónak, hogy itt saját közösséget hozzon létre. Elküldi az ő küldöttét, hogy az ő nevében, ő helyette, Krisztus ő küldetésében részesedve hirdessék az evangéliumot. És ugyanezt történt minden egyes lelkipásztor esetében is. Hála van a szívünkben, amikor emlékezünk az elődeinkre, hála van az elődök hitéért, állapotosságáért, hűségéért, és legfőképpen azért, hogy eljutott hozzá Isten országának jó hírre. És menjetek, hirdessétek, elközelítsétek.